Én újra itt vagyok, remélem ti is, és nem adtátok fel. Hadd kérjek elnézést azért, amiért az elmúlt időszakban nem nagyon jelentkeztem, de azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül zsűfolt volt, és még számomra is meglepő kalandokban vehettem részt. Mindig az van, hogy az év elején nem gondolom, hogy az előző évet sikerül túlszárnyalni, de ismét megint bebizonyosodott, hogy tévedtem. Ami abszolút pozitív, és kérlek, ne értsétek félre, nem az a célom ezzel a videóval, hogy itt kifogásokat keressek, de arra gondoltam, hogy ezt a videót annak szentelném, hogy csinálnék nektek egy rövid beszámolót, hogy mik történtek az év során, egy kicsi update-et részemről. Aztán utána pedig, hogyha minden jól megy, és marad ez a picit nyugisabb időszak itt a karácsony környékén, akkor szeretnék majd még pár új videót is összerakni. Elsősorban az, hogy tippekkel és trükkökkel tudjam a magyar autófotós társadalmat is egy kicsit segíteni, illetőleg a hozzám hasonló benzinvérűeknek esetleg, ha érdekli őket, akkor betekintést adni pár kulissza mögé a kalandjaim során, amik történnek velem. Úgyhogy maradjatok velem, mindjárt jön egy rövid beszámoló. Na, hát az intro után akkor vágjunk bele ismét. És akkor beszélek nektek egy kicsit arról most, hogy gyakorlatilag mi is történt velem itt az év során. Hol is kezdjük? Igen, tudom már. Goodwood. Goodwood Festival of Speed. Talán a legtöbb benzinvérű, hozzám hasonló benzinvérűnek ezt be se kell mutatni. Eszméletlen rendezvény, iszonyat nagy területen. A klasszikus autóktól kezdve a legújabb autócsodáig minden kint van. És itt volt lehetőségem gyakorlatilag a BMW Group Classic felkérésére kimenni, és nem csak élvezni a rendezvényt, de hasznos képanyaggal ellátni a BMW Group Classic csatornáit. Nem tudom még a mai napig feldolgozni a történteket, azt gondolom, hogy egy rendkívül különleges élményben lehetett részem. Tudom, hogy a Revival egy kicsit még izgalmasabb, meg még különlegesebb, és elmondom, hogy egy kicsit az én szívemhez is közelebb áll, de nem akarok tehetetlen lenni, azt gondolom, hogy a Festival of Speed önmagában egyrészt tartalmaz megfelelő mennyiségű klasszik autót, nem beszélve arról, hogy emellett még megtalálhatók a legújabb autóidonságok is. Tényleg minden gyártó a legkisebbtől a legnagyobbig kivisznek autócsodákat. Adott esetben van, ahol itt mutatnak be először bizonyos autócsodákat, és itt a bemutatás alatt nem csak azt értem, hogy statikus bemutatás, hanem ezek az autók a legtöbb esetben a hegyi felfutón is részt vesznek. Nem beszélve arról, hogy a hegyi felfutó mellett nem csak pályaautókat láthatunk, hanem rally autók is vannak, van egy speciális rally pálya. Na ide például egyáltalán nem is tudtam kijutni, mert hogy annyi minden történt egyszerre, pedig kint voltunk majdnem egy hetet. De hogy egyszerűen annyira nagy a rendezvény, és annyira sok minden történik egyszerre, hogy nem tudod feldolgozni szerintem épésszel sem, meg igazából mindenhol ott lenni. Az autóparkolók is eszméletlen, hogy milyen autókat vonultatnak fel. A BMW például az M kihozta, és itt mutatta be először az M3 Touringot, ami gyakorlatilag felfoghatatlan. Egyébként én kezdek megbarátkozni a dizájnnal, és azt gondolom, hogy így szép magyarosan kombiban igencsak szép darab. Úgyhogy ez egy nagyon különleges élmény volt. Aztán maradva a BMW Group Classicnál, akikkel idén sikerült többször is együttműködni, és ezért nagyon hálás vagyok, ott volt a DTM Classic. A DTM Classic Hockenheimben volt, amire kimentünk, vagy kiutaztunk. Igazából egy ilyen, hogy mondjam, szép magyarosan, ahogy szokták ezt mondani angolul, walk in the park volt a történet, tehát hogy az év utolsó DTM rendezvénye, ami megrendezésre került. A BMW Group Classicnak itt is volt egy speciális gyakorlatilag feladata, vagy hát nekünk volt egy speciális feladatunk a Group Classicnak, megfelelő minőségi tartalommal ellátni a csatornákat a rendezvényről. Én azt gondolom egyébként, hogy a csapat kitett magáért, és szerintem nagyon szuper kontenttel sikerül zárni a rendezvényt. Nem beszélve arról, hogy
Én elég nagy DTM fan voltam régebben, manapság már nem nézem, de azt gondolom, hogy a DTM autók mindig közel állnak hozzám, közelebb, mint például mondjuk a Formula 1, és a klasszik mezőnyt látni, ami egyébként zárójelben megjegyzem, hogy egy igazából egy ilyen kísérő rendezvény a fő DTM mellett, mint ahogy a DTM Trophy is, és az M2 kupa. Ezek mind igazából kiegészítő rendezvények, és együtt futnak párhuzamosan a DTM-mel. Tehát, hogy igazából láthattam olyan autókat ott is, amiket már valószínűleg nem sokunk láthat, főleg nem a pályán versenykörülmények között. Azt gondolom, hogy a mezőny, tehát a DTM klasszik mezőny is önmagáért beszél. C-osztályból kint volt a 2008-as talán C63, vagy még lehet, hogy a 2011-es, bocsánat, C63, tehát már a faceliftes DTM változata, ami számomra, hisz tudjátok, hogy nekem is van egy 204-esem, egy rendkívül nem csak vizuális, de hallható élmény is volt, ugyanis brutális hangjuk van a régi DTM autóknak. Kalibrától kezdve gyakorlatilag volt minden mi szemszájnak ingere, úgyhogy ez önmagában megért egy misét. Illetőleg hát ugye a BMW oldalról ez is egy érdekes történet, hogy az AC Schnitzel Classic az, ami a BMW-nek ilyenkor mondjuk úgy, hogy üzemelteti az autóit, és a Schnitzernek a kezelésében volt kint az E36 320i, ami elég sikeres volt a DTM-ben a maga korában, és egy volt bajnok, Bruno Spengler volt az, aki ezt az autót terelgette a pályán meglepően jól, mindazok ellenére, hogy egyébként a mezőnyben annyira szana szétszórt típusok és évjáratok voltak, hogy azért nem minden esetben volt akkora test-test elleni harc, mint ahogy ezt a régen a DTM-ben megszokhattuk, de azért a rázókő akció az most is kitett magáért, tehát látni ezeket az autókat, ahogy feldobják őket a rázókőre, és utána a rázókő dobja őket le, gyakorlatilag két lekerékkel vannak éppen, hogy csak az aszfalton. Eszméletlen élmény volt, és ez ugye, ahogy mondtam már korábban, az audióval együtt. Ahhoz képest, hogy mennyire nem tudtam, hogy mire számít, csak ez megint csak egy nagyon pozitív csalódás volt. Elnézést, hogy így elkalandoztam, nyilván folytatni kéne a sort, vagy illik folytatni a sort. Volt ezzel párhuzamosan meg annyi felkérés, vagy együttműködés, vagy új együttműködés, ha lehet így mondani, a hazai importőri piaccal is. Ezek közül talán, amit érdemes lenne megemlíteni, az egyrészt a Porsche Hungária, ahol volt lehetőségem az új ID Buzzt elhozni, ami szerintem egy rendkívül kis funky gépjármű. Ezt egyébként a Káli Motor Múzeumnak köszönhetően össze is tudtam fotózni az ott felelhető T1-es Sambával. Ezekről majd a képeket remélem, hogy hamarosan látni fogjuk a Volkswagen vagy a Volkswagen haszonjárműveknek a social csatornáján. Illetőleg volt nálam egy pár napra egy új RS6 Avant, ugyanis azt pedig összefotóztuk barátaimnak köszönhetően egy első generációs RS6 Avant plusszal, ami szerintem megint csak egy egész extrém szituáció volt. A két autót gyakorlatilag elkezdtük a Hősök terén fotózni, és utána pedig átmentünk a Várkert bazárba, és ott fejeztük be a sorozatot. Nagyon szerencsések voltunk, nem zavart minket senki, rendkívül szép fények voltak, és hát a két autó egyrészt önmagáért beszél, másrészt meg azért ilyeneket látni együtt, és hallani, látni, kipróbálni. Ez megint csak egy ilyen földön túli élmény volt számomra. Aztán BMW Magyarország szintén tudtunk együtt dolgozni pár különböző projektbe. Autók is voltak nálam, illetőleg még lesz is autó nálam tőlük, valamint, és ezekről még sajnos a képet nem mutathatom meg, de voltunk az új hetet az Operában fotózni, ahol egyébként én nem mint főfotós mentem, hanem főleg inkább ilyen úgynevezett behind the scene fotókat készíteni, illetőleg videót is készítettek a srácokat, de azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan élmény, hogy amúgy mikor fotózhattam volna az Operában egy autót, tehát hogy abszolút hidegrázós. Úgyhogy ez is rendkívül szuper volt. Ezzel párhuzamosan egyébként Land Rover Magyarország, Sanyong Magyarország, ahol szintén elsősorban a digitális content kreálás
minőségi képek formájában a fő motívum, illetőleg a fő cél. A Land Rover Magyarországgal is nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, amiért rendkívül büszke vagyok, vagy rendkívül hálás vagyok nekik. Olyannyira, hogy megbíztak bennem annyira, hogy az új Evokkal, a kis családommal karöltve, egy tetőbokszal megáldva kiutazhattunk Ausztriába, és egy pár napot eltölthettünk, ahol egyébként a poén az, hogy nem az autófotózás volt az elsődleges cél, bár hozzáteszem, hogy ilyenkor engem elég nehéz leállítani, hogy ne az autót fotózzam, ezt feleségem megerősítheti, de a lényeg, hogy igazából ez egy rendkívül jó lehetőség volt megint csak. Kicsit kielvezhettem az autót, illetőleg jó volt úgy kirándulni, hogy egy meg kellően magabiztos 4x4 a társunk, és nem feltétlenül kell mindig az úton maradni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hanem akár elhagyhatjuk a főútvonalakat is. Aztán ne felejtsük el, hogy ott van például, ami szintén említésre méltó, és átöleli az egész évemet, és még mindig nem fejeződött be. A professzor úrnak fotózom a Káli Automotor Múzeumban a teljes gyűjteményét, ami 100 plusz autó, vagy jármű, inkább úgy mondom. Ugye motorok is felelhetők, és nem csak autók. A cél ott elsőlegesen az, hogy mindazon mellett, hogy social médiára, de sokkal inkább akár publikált könyvekhez is illusztrációként szolgálhatjanak ezek a képek, adott esetben naptárként újra jelenjenek meg, illetőleg bármire, amiben a professzor úrnak vagy a professzor úr csapatának szüksége lehet. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni, nagyon segítőkészek, és nem beszélve arról, hogy a lehető legtöbb esetben, amikor csak időnk és az alkalom engedi meg az időjárás, akkor ezek közül az autók közül mi ki is viszünk párat, ugyanis ezek az autók nem csak azért különlegesek, mert hogy ritka darabok, vagy már nem annyira felelhető darabok, hanem azért is különlegesek, mert hogy ezek a legtöbb esetben mind mozognak és használhatóak. Rendszám is van rajtuk, ezért igazából maga a Kánaán a múzeum számomra. Nem csak úgy, hogyha statikusan ott vagyok, de hogy alapvetően az egész hangulat, és mondom, ehhez hozzájárul az, hogy mennyire támogató a csapat. Ez számomra is megint csak egy rendkívül szuper élmény. És mondom, Mátével az egész éven, ugyanis már idén is nagyon sokat voltam náluk, és ennyi autónak, meg motornak a megfotózása bizony nem kis feladat, de nagyon élvezem a mai napig, és igyekszünk mindig megkihozni a maximumot a dologból, úgyhogy bízom benne, hogy még az év végéig sikerül mindent befejezni. Illetőleg azért itt egyezzem meg azt, hogy a fantáziám szárnya kelt, és hát tudjátok, hogy nagyon szeretek fényfesteni, úgyhogy adta magát a lehetőség, és hogyha nem megyek az idegeire a múzeum dolgozóinak, akkor általában meg szoktam kérni, hogy maradjunk bent egy kicsit tovább, várjuk meg, még megsötétedik annyira, hogy el tudjam kezdeni fényfesteni az ott lévő autócsodákat. Nem az összeset, de azért pár olyat, ami számomra különleges, vagy tetszik, és azt gondolom, hogy megérdemel egy ilyen sorozatot, vagy adott esetben kivitelezhető vele egy ilyen sorozat. És ebből született egyébként az Éjszaka a múzeumban című történet részemről, nem a film mentén, hanem inkább az, hogy azt gondoltam, hogy egyrészt mivel éjszakákban nyúlóan szoktuk fotózni ezeket az autókat, másrészt pedig szerintem van egy sajátságos hangulat annak, hogy ott a sötétben a többi autó között egy-egy autó kivilágítva, egy kicsi sejtelemmel, egy kicsi misztikummal. Én ezt nagyon szeretem, és igazából ez például egy cikkhez is alapul szolgált, a Hamu és Gyémántba, amire rendkívül büszke vagyok, és ezúton is köszönöm szépen mind a Hamu és Gyémántnak, mind a Káli Motor Múzeum dolgozóinak, illetőleg a professzor úrnak is a támogatást. Aztán az állandó, mondjuk úgy, hogy projektek között nyilván megtalálható továbbra is a Papasz autó és a Mercedes-Benz. Talán idén egy kicsit kevesebb lehetőségem volt fotózni nekik, vagy dolgozni velük, de azért jutott jóból így is bőven. Többek között az egyik legkülönlegesebb talán ilyen fotózásom az volt, hogy egy pagodát hozhattam el egy hosszú hétvégére, és fotózhattam meg a Papasz autónak. Hát, igazából hidegráz most is. Egyrészt az autó szerintem gyönyörű, tehát kevés olyan szép autót, és ezt tudom, hogy igazából mindenkinek egy ízlés kérdése, de számomra egy nagyon szép autóról beszélünk, meg sokak
szerintem sokatoknak is szintén tetszik, és az, hogy ennyire megbízzanak bennem, hogy egy ilyen autónak a kulcsát odaadják, és azt mondják, hogy akkor Péter Isten hírével menj és csinálj valami jót, hát ez azt gondolom, hogy önmagáért beszél, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik ezt a szuper lehetőséget, és hát egyébként nyilván ez mellett azért még voltak különlegességek, főleg Fehérvárott, ahol megrendelt vagy bemutató autó különlegességeket sikerült megörökíteni, ami aztán később ugye a social csatornára került ki. Úgyhogy elég komoly éven vagyok túl. Még talán érdemes megemlíteni az autós találkozókat, Lengyelországot, ugye az Ultrészt, ami rendkívül nagy rendezvény, talán már egy picit ki is növi azt a helyszínt, ami ennek az eseménynek egyébként székhelyéért szolgál, de rendkívül különleges, és látszik, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, egyre jobban elismerik a rendezvény magát nemzetközi szinteken, és azért egyre több nagyon különleges kiállított és épített, átépített autó jelenik meg, ezzel is növelve egyébként a színvonalat, úgyhogy rendkívül szuper volt, és hát nekem ezek egyébként általában ezek a nemzetközi találkozók nem csak arról szólnak, hogy az autófotózás, meg hogy az anyaggyártása, hanem sokszor ilyenkor lehetőségem van olyan barátokkal találkozni külföldről, akikkel egyébként nagyon ritkán tudok beszélni, és ha beszélünk, akkor is általában inkább csak az interneten. Úgyhogy ez mindig így egy pozitív energiával tölt el engem. És ha már pozitív energiáról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni az év során a meghívást a Stansland eventre, amit Csepránóban rendeztek, és Radu barátom hívott meg. Érdekességképp megjegyzem, hogy volt már korábban is róla szó, de akkor sajnos nem sikerült kimenni. Most meg együtt álltak a bolygók, és kijutottam, és meghívtak, és gyakorlatilag vendégül láttak olyannyira, hogy nem csak mint fotós voltam kint, hanem nemzetközi bíra is lettem, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy kiválaszthattam egy olyan autót, ami számomra leginkább tetszik, egy építést, mondjuk így, ami számomra leginkább tetszik, erről láthattok is már egy egész sorozatot. Szerintem a Jaguar önmagáért beszél, nekem rendkívül tetszett egyébként. Nehéz meló volt, mert sok különleges autó volt, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy ezt talán más csatornákon is kifejeztem, hogy számomra egyébként ez a rendezvény, ez nem az autók, hanem az a fajta olasz mentalitás és vendégszeretet, amit ott tapasztaltam, egészen elképesztő, és azt gondolom, hát talán enyhe túlzásra, de mondhatom azt, hogy autók nélkül is nagyon szívesen visszamennék, mert annyi sok új barátra tettem szert, vagy akár adott esetben régiekkel találkoztam, és annyira úgy kezeltek, mintha családtag lennék, hogy igazából nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Nem beszélve arról, hogy egyébként még zárójelben megjegyezném, hogy a csapat, vagy hát mondjuk ugye a média csapatnak az egyik tagja, vagy tagjai az ILB Drivers Club volt. Régóta követem a munkásságukat, és azt gondolom, hogy egyedülálló ő, amiket ők is videó tekintetében produkálnak. Annó még emlékszem, hogy akkor még Racism-nek hívott rendezvényen találkoztam velük először, úgyhogy az is nagyon szuper volt, és nagyon különleges élmény volt számomra velük együtt dolgozni. Remélem, hamarosan láthatjuk majd egyébként a rendezvényről készült videót is. Aztán voltak még itthoni rendezvények is, nem azért, mert nem annyira nívósak, de mire felsorolnám őket, addigra valószínűleg ti már rég kikapcsoltátok a videót, ha már nem tettétek meg egyébként korábban. Úgyhogy igen, itt is voltak nagyon kellemes rendezvények, és tök jó volt megint egy kicsit így az autós kultúrába belevetni magamat itthon is. Voltak egyéni felkérések, magánfotózások, tehát meg annyi történet, meg annyi kaland. Úgyhogy ez a része is egész jól ment a dolognak. És akkor ezzel párhuzamosan azért nem szabad elfelejteni, hogy ugye család is van, és a családra is oda kell egy kicsit figyelni. Úgyhogy valahogy próbálok a kettő között balanszírozni, és remélem, hogy jól teszem, de lehet, hogy erről inkább majd a feleségemet kérne megkérdeznétek, meg a fiamat majd, hogyha el tudja mondani a véleményét, akit egyébként örömmel viszek mindenféle autóstalira, mert szeretném, hogyha minél hamarabb ez beleivódna, és hát, hogyha mód van rá, akkor tök jó lenne, ha vinné tovább ezt a hobbit vagy szerelmet. Úgyhogy röviden, tömören ennyi, így is valószínűleg elég hosszúra sikerült ez az összegzés.
köszönöm nektek, hogyha ezt így végighallgattátok, megnéztétek. Ötleteket továbbra is várok, hogy miről hallanátok még szívesen a csatornán. Ahogy említettem, talán korábban az első olyan videó, ami ezt majd követi, az elsősorban arra fog fókuszálni, hogy autós találkozókon, hogy érdemes, hogy milyen technikával, milyen lehetőségeink vannak fotózni, azt gondolom, hogy ez sokatoknak, vagy hát többek között nekem is okoz sokszor fejfájást, hiszen az autók nem úgy vannak parkolva, hogy szeretnénk, stb. A lényeg, hogy erről szeretnék majd egy rövidebb videót nektek hozni és készíteni, megfelelő illusztrációval együtt. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, kívánok nektek további szép napot, és találkozunk a következő videóban. Péter, over and out! Ja, és még valami, mielőtt elfelejtem, az új üdvöske, egy, nem biztos, hogy fogjátok látni, de a lényeg az az, hogy ezt higgyétek el, hogy ez egy Canon R5, amit be fogok vetni elsősorban fotózásnak, és maradt persze természetesen mellette az R is. Nagyon boldog vagyok, mert hogy azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan dolog, hogy nem gondoltam volna az év során, hogy egy ilyenre szert teszek. Már most nagyon tetszik, és nagyon komoly kütyű, úgyhogy bízom benne, hogy minél több szép képet fogok tudni vele készíteni. Imádom.